A Bonyhádi Bonikom közüzemi non-profit Kft. Telephelyére gurul be a géppartjuk legújabb darabja. Egy 36 éves IFA tehergépjármű munkáját veszi majd át a sokrétűen használható jármű. Nagy örömünkre szolgál, hogy Bonyhád város önkormányzatának 6-6-os támogatása mellett sikerült a mai napon átvegyük ezt a teherautót. Ez egy Mercedes-Benz gyártmányú 16 tonna ösztömegű gépjárműről van szó, amit több célra tudunk majd használni. A csúszásmentesítési feladatok mellett tavasztól őszig a logisztikai szállítási feladatokban is szerepet kap majd az újonnan beszerzett gépjármű, amely fejlődést jelent a non-profit Kft. Számára. A Bonikom életében ez egy komoly lépték, kisebb értékű berendezéseket szoktunk venni korábban is, de ez nettó 60 millió forintba került, az 76 millió forint bruttóban. Sok, ahogy mondtam is, ez gyakorlatilag egész évben használni fogjuk ezt a gépjárművet, kezdve ugye a téli csúszásmentesítési feladatainkat, ahogy említettem, de tavasztól őszig a különböző logisztikai szállítási feladatokba fog részt venni, támogatni fogja majd az építőbrigádunkat, ha kell, akkor betont, földet szállít, emellett, ha kell, akkor, mint ahogy most az élet mondta, ugye, vagy a közelmúltban történt február 4-én Bonyhádon, de egész Dél-Dunántúlon egy nagyon heves, viharos időjárás volt, rengeteg fa kidőlt, a kuglik beszállítására is, ha itt lett volna már, akkor bevetettük volna. A város üzemeltetési feladatokat ellátó cég nem talált olyan pályázatot, amelynek igénybevételével meg tudta volna vásárolni a járművet, így a 100%-ban önkormányzati finanszírozásnak köszönhetően tudták lecserélni a több mint 30 éves IFA tehergépkocsit a vadonatúj Mercedes gyártmányú tehergépjárműre. Ahogy a hátam mögött lehet is látni, nem véletlenül állítottuk ki az autókat, itt mögöttem néhányat. Egy 35 éves ifát fog ő nyugdíjba küldeni, ez a zöld színű autót. Kiszolgálta az idejét hasznosan, sokat segített a város üzemeltetési feladatunk ellátásában, de már sem környezetvédelmi, sem műszaki, anyagi paraméter figyelembevétele mellett nem volt rentábilis az üzemben tartása, ezért döntöttünk egy új újítás mellett, tehát ezért szereztük be a Mercedes autót, illetve két hónappal korábban pedig a mögöttem látható 100 lóerős New Holland traktort tudtuk megvásárolni. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy felépített beszerzési terv mentén haladunk, lépésről lépésre. Minden lépésünket egyeztetünk a tulajdonos önkormányzattal, aki partnerebben és anyagi lehetőségeim mentén támogatja az elképzeléseket. Nagyon remélünk, hogy nem ez volt az utolsó ilyen nagy értékű gépjármű, amit most be tudtunk szerezni. Nagy hangsúlyt fektetünk a kollégáim munkabiztonságára is, munkavégzési feltételek javítására. A legkorszerűbb követelményeknek megfelel az autó, mind a károsanyag kibocsátás szemszögéből, mind egyéb kényelmi, gondolok itt a klímára, minden benne van, ami kell nekünk. A traktorra ugyanez elmondható. Az átvételt követő oktatás lezártával már szolgálatba is állt a város üzemeltetési feladatok ellátására beszerzett tehergépjármű.